Köszöntöm az Esti Mérleg valamennyi nézőjét. Lassú ügyintézés, parkolóhiány. Ezek jelentették a legfőbb problémát a vízivárosiak körében. Ezzel foglalkozunk a mai Esti Mérlegben, illetve azt is megtudhatják, hogy milyen jövőbeni tervekről számolt be Horváth Miklósnyi, a terület önkormányzati képviselője a városrészt tekintve. Nemrég még ez a látvány fogadta a vízivárosban lakókat az egykori fűtőerőműnél. A szakemberek azonban néhány hónap alatt elkészültek a munkálatokkal, most már ez a 201 új parkolóhely várja az itt élőket. A víziváros nagyon sűrűn lakott területe Székesfehérvárnak, így a beruházással egy fontos probléma oldódott meg. De nem ez az egyetlen parkoló épült a területen, több új és felújított parkolóhelyel gazdagodtak a vízivárosiak. A beruházás a Városgondnokság út 2017-19 programjának keretében valósult meg. Az érintett terület az egykori fűtőerőmű hátsó, víziváros felőli része, ahol korábban az ellátást biztosító vágányok és a tartaléktartályok voltak. Az új parkoló kevesebb, mint 3 hónap alatt készült el. Szerencsére nagyon gyorsan sikerült, tehát alig kevesebb, mint 3 hónap alatt végeztünk ezzel a munkával. Egy nagyon korszerű új felszíni parkolót sikerült zöldmezősen építeni, vagy barna mezősen, mert szerencsére nem zöld felületet kellett elvenni a várostól, hanem egy ipari területet, ahol olajtartályok, sinek és a sinek alatti kavics volt. Tehát egy nagyon csúnya része volt ez a vízivárosnak, szerencsére ezt most meg tudtok nyitni a lakosoknak, és egy nagyon korszerű, tehát aszfaltos burkolat, térköves parkoló. Térköves burkolatot tettünk az autók alá, és nagyon igen komoly mennyiségű új parkolót tudtunk létrehozni, több mint 200 új parkolót tudtunk megépíteni, 3000 négyzetméter aszfaltburkolat, 3000 négyzetméteres térkőburkolat, 1500 négyzetméter zöld felület, több mint 50 fát fogunk még elültetni, tehát ez a munkának még csak az első ütemével vagyunk készen, most jön ez eddig egy alvállalkozóval, egy közbeszerzésen kiválasztott alvállalkozóval, az Orinokóval dolgoztunk. Mostantól a Városgondnokság dolgozik. El fogunk ültetni 50-51 fát pontosan. A zöldet teljesen rendezzük, füvesítünk, próbálunk valami korszerűbb fűfajtával kísérletezni, amit nem kell annyira sokat nyírni, mert azért itt az autók között azért ez egy nagyon veszélyes dolog a fűnek a nyírása, nagyon sok kárt szoktunk ezzel okozni. Most megpróbálunk itt egy új fűfajtát kipróbálni. Ezen felül lesz egy nagyon szép kutyafuttató az épületek felüli része, illetve még a kerítés építése van folyamatban, amivel lezárjuk újra az EON, illetve a fűtőerőmű felüli területet. De a lakótelepi részen kutyafuttató és egy kisebb parkos terület is lesz, melyek várhatóan októberre készülnek el. Így a teljes beruházás 200 millió forintból valósul meg. De a munka ezzel még nem áll meg, további új parkolók épülnek a városrészben. Eddig több száz új és felújított parkolóval gazdagodtak a vízivárosiak, de több épület is új köntöst öltött a városrészben. Ilyen például a Rákóczi utca óvoda, ahol a kicsiket szeptembertől már a megújult folyosók, termek és játékok fogadták. Az óvoda igazgatója örömmel számolt be a gyerekek első napjáról, amikor birtokba vehették a felújított mesebirodalmat. Nagyon vártuk már ezt a szeptember 3-át, egy év kihagyás után végre mindenki birtokba vehette az óvodát. A gyerekek, a szülők csillogó, boldog szemekkel jöttek, és nagyon-nagyon örültek, és egyszerűen csodálkoztak, hogy milyen gyönyörű lett az egész épület, a csoportszobák, az udvaron a kalandpark, alig várták, hogy délelőtt kimehessenek és birtokba vehessék, és nagyon jó volt látni ezt az érzést a gyerekeken, hogy mennyire örülnek. Mely intézményekben voltak a gyerekek addig, amíg a felújítás zajlott? Nagyon jó helyen voltak a gyerekek, mert a Manci János tagóvodánkban is voltak gyerekek, két csoport elhelyezve, a Tulipános óvodában, a Belvárosi Brunszvik óvodában, a Brunszvik óvodában, tehát nagyon jó környezetben voltunk, de vártuk nagyon már, hogy a saját megszokott kis helyünkre visszakerülhessünk. Ez egy 400 milliós beruházás volt, ez egy mesekastély lett. Úgyhogy az ott lévő gyerekek, anyukák, apukák, akik oda viszik a gyerekeiket, nagyon örülnek, mert az udvaron is van egy csodálatos játszóval, de maga az épület is nagyon szépen megújult. Az Európai Uniós forrásból, de a másik óvoda, a vízivárosi óvoda, ott is történt szigetelés, meg a fürdőszobának a felújítása a csemeténél, a csemete bölcsödénél is, tehát itt azért az útfelújítások mellett vannak épületfelújítások is.
A Sára Gyula program és az Ibl Gyula program mind a kettő egymás mellett szépen megvalósul. Horváth Miklósné lakossági fórum keretében beszélt hétfőn az idei beruházásokról. Volt egy olyan terv, hogy a 2017-18 és a 19-es évre összevonta az önkormányzat vezetése azt az összeget, amit egy-egy választókerületnek adott azért, hogy felújításokat, fejlesztéseket tudjanak csinálni. Tehát a korábbi képviselői kereteken túl, ami mindig egy évben 8, illetőleg 18-28 millió forint volt, kaptunk 100 millió forintot úgy, hogy el lehet költeni két ütemben. Na most ez a két ütem tette lehetővé, ez a 100 millió forint az, hogy itt egy igazán egy nagyobb beruházások legyenek, és emellett önkormányzati forrás is nyilván, mert azért ebből mindent nem lehetett megcsinálni, amit megújult. Sarló utca keresztben lévő tizemeletesek, tehát a gázutca 18 mögötté a 11, amit most fognak felújítani, és a 23, amit már megcsináltak 2016-ban, ez mindegyik 100-104 parkolóhelyes parkoló, az mind föl lehet újítva. És amellett a fűtőerőműnél központi forrásból a Gőzmalom utcából befele, illetőleg a Sarló utca 25 és a 33 között elkészült 16 végén és 17-ben, már májusban, ott 152 parkolóhely. Most pedig ez, ami egy 200 milliós beruházás, az egy 80 milliós volt központi keretből, ez meg egy 200 milliós beruházás, ami majdnem egy hektárnyi területet tett szabaddá, és ott még egy kutyafuttató is lesz, egy szép nagy kutyafuttató, ott 201 parkoló van, és ott megy még 80 fa. Úgyhogy összességében éppen összeszámoltam, hogy amikor én ide kerültem képviselőnek, akkor megkérdeztem, hogy hány parkoló van, mert mindig az volt a legfeszítőbb dolog. Mondták, hogy hivatalosan 540. Na most az hivatalos 540-ből 510 föl van újítva. És mellette 437 darab új parkolónk van. Tehát innentől én nekem az a nagyon nagy tiszteleteljes kérésem a lakókhoz, hogy ne a fűre álljanak. Annyi hely van, tegyék már meg, olyan kevés zöld terület van, annyira óvjuk, annyira védjük. Vannak lakók, akik gyönyörű kiskerteket csinálnak és ápolják. Láthatták, én azt hiszem, ahogy végignéztük. Becsüljék meg egymás munkáját, és örüljenek neki, hogy van hely, szabad hely, ahova be tudnak állni az autókkal, és az nem szempont, hogy a konyhába rá lehessen látni az autóra, és ezért állnak a fűves területre. A lakossági fórumon a város polgármestere Cserpalkovics András is részt vett. Amit szeretnék megerősíteni, hogy valóban az a szándékunk, és remélem, hogy azért ennek eredményei már látszanak is, hogy a nagy város egészét, vagy akár a város környékét is érintő fejlesztéseken túl minden városrészben történjenek az adott városrészben élők számára a mindennapok vonatkozásában azokat könnyítő beavatkozások, beruházások, fejlesztések. És nyilván városrészenként változhat, hogy mire van szükség adott helyeken a városban, hiszen nyilván különböző és eltérő adottságok is vannak. De összességében ezért döntöttünk úgy, hogy a városgondnokságon keresztül képviselők bevonásával próbálunk egy jelentősebb keretet létrehozni, hogy ahogy mondani szokták, alulról jövő kezdeményezésként jöjjenek elő azok az ötletek, amiket aztán persze ütemezetten, de szeretnénk megvalósítani. A polgármester hozzátette, nagyon örül neki, hogy az ilyen jellegű támogatásokat önerőből a város tudja finanszírozni. Hála a környékbeli gazdaságoknak és a gazdaságokban dolgozóknak, akik munkáltatójukon keresztül adók formájában megteremtik azt a pénzt a városnak, amiből az ilyen fejlesztéseket meg tudják valósítani. A Vízivárosnak nagyon szép, nagyon jó adottságai vannak, emellett egy nagyon sűrűn lakott városrész. Ebből fakadóan jelentkeznek azok a jogos igények, amelyeket meg kell próbálni a körülményekhez képest leginkább is jól megoldani. Az egyik igény nyilván a közlekedéssel összefüggően, hogy újítsuk fel a belső utakat, utcákat, parkolókat, emellett pedig, ahol van rá lehetőség, és mondjuk elhagyatott területet mondjuk parkolónak tudunk átalakítani, akkor ezt tegyük meg. Ez most így történt egyébként a mostani bejáráson is megállapítottuk az elmúlt hetekben, hiszen a volt futtőerőmű terület, nyugodtan mondhatjuk, hogy dzsumbujos területén 200 új parkoló alakult ki, de ezzel egy párhuzamosan az is nagyon fontos, hogy közben a faállomány, a növélállomány, a füves területek arányát is tudjuk növelni, tehát ahol a beton teljesen szükségtelen, ott azt váltsa föl a növényzet,
teret váltsa föl a virágok, vagy éppen egy játszótér. Úgy gondolom, hogy így még rendezettébb és élhetőbbé válik a városrész. Horváth Miklósné képviselőasszonnyal jártuk be a Vízivárost, aki azt gondolom, hogy igazi gazdája ennek a területnek, és jó gazda gondosságával gondozza, szereti, ápolja. És pont azt beszéltük, hogy az elmúlt években sikerült az 500 parkolóhoz majdnem ugyanennyit még építeni. A meglévő parkoló, az 500 parkoló jelentős részét megújítani, felújítani, de emellett pedig körülbelül mindegy 150 fát is ültetni. Tehát látszik, hogy ezek a fejlesztések, ezek nem kizárják egymást, hanem azt gondolom, hogy erősítik is. És mind a kettő kell ahhoz, hogy a Vízivárosban élők még otthonosabban érezzék magukat, és valóban megnéztük a kispostát is, amelyik most egy kicsivel nagyobb posta, mint a korábbi, hiszen sikerült átköltözni egy másik és nagyobb helyiségbe. Ezt gondolom, hogy itt az ideje, hogy megköszönjük a postának azt, hogy erre vállalkozott, ezt a fejlesztést megvalósította, a városi körülményekhez képest próbálta ezt segíteni, és benjárva azért megállapítottuk, hogy bizony szerencsére már nem kinn az utcán áll a sor, mint a korábbi kisebb helyen. Ezt gondolom, hogy ez is azoknak a kényelmét szolgálja, akik ott dolgoznak, illetve akik oda járnak a postai szolgáltatásokat igénybe venni. A fórumon a lakók kérdezhettek, megoszthatták észrevételeiket, és értesülhettek a jövőbeni tervekről, mint például a Vízivárosi Általános Iskola udvarának átépítéséről. Szeretnénk építeni egy univerzális burkolattal ellátott, tehát mindenki számára használható gruntpályát, ezen mind kosárlabda, akár kispályás játékok, labdajátékok is lehetségesek lennének. A tervezéskor figyelembe vettük, hogy az iskolába esetlegesen be kell közlekednie mentőnek, tehát az utat meghagytuk, illetve a gyalogos forgalom részére is hagytunk egy utat. A kihasználatlan udvar területét megnyitják, a sportpálya mellett játszóvárak, ügyességi játékok és egy 20 férőhelyes parkoló is helyet kap. A lakossági fórumon a lakók is feltehették kérdéseiket, szóba került a melegvízszolgáltatás, a kerékpáros közlekedés, a posta akadálymentesítése, és a hajléktalanok kérdése is szóba került a fórum keretein belül. Kisgyerekes anyukák, idősebb emberek nem tudnak leülni, mert minden padon hajléktalan fekszik, ott végzi el világos nappal a dolgát, nem érdekli, ki megy arra, ő ezen túl teszi magát. A polgármester azt mondta, hogy hamarosan jogi eszközökkel és ellátásuk bővítésével lenyítik a hajléktalanok ügyét. Kedves nézőink, ez volt már az Esti Mérleg, én szép estét kívánok Önöknek, viszontlátásra!